Sziasztok srácok, folytatjuk ott, ahol az előző videóban abba hagytuk, méghozzá a Saabban benne van a motor. Ez egyelőre egy nagyon jó dolog, viszont nagyon sok minden van még, amit meg kellett csinálni. Első körben föl kell rakni rendesen a motortartóknak a csavarjait, ezt le kell húzni, a hátsó motortartót mutatom alul, ott nem látjátok, az ott, az. Arra még kell egy szép nagy alumínium tömb, ami itt van, amit föl kell rá játszani. Emellett be kell akasztani a féltengelyeket, és hát tulajdonképpen meg kell csinálni futóművet. Ugye ott fityeg a féltengelynek, a váltóba kéne lennie. Beakasztani a váltórudazatot, azt meg tudom csinálni még mielőtt felrakom a hátsó motortartót, és igazából felrakni a vízpumpát, összekötni a vízcsöveket, felrakni a szervószivattyút. Ja, van még itt munka, van még itt munka. Ugye neki is fogok állni ebben a videóban, és ha minden jó megy, akkor ennek a videónak a végén van egy működő szabom. Ha nem megy minden jól, azt észre fogjátok venni. Na, munkára! Na srácok, határozott haladást értem el, fönt van a szervószivattyú, alatta itt a vízpumpa, be van kötve a váltóruzal, be van kötve a klímacsövek, most jön majd az, hogy föl kell raknunk ezt a, hol van a harmadik motor, illetve váltó tartó bakot, alá kell játszanunk a kocsinak, és ide, ezekre a három csavarra ül föl szépen a maradék része a váltó mechanikának, ott pedig egy Milán. Hello, sziasztok srácok! Mizu Milán. Üdvözöllek titeket a Szívósor című műsorba, aminek főszereplője a Saab típusú személygépkocsi. Hengerenkénti szívósor. Hiányoztok, már régen láttak benneteket. Na ki is engem. Milán meg szereplési hiánya van. Ja nem, a Tomi kizárt a műsorból. Miért? Büntetésben vagyok, fölfüggesztettek, nem? Nem lógsz még. Ja, az autón miatt. Nincsen büntetésben, csak mondja. Lassacskán elkészül a Tamásnak a szabja, nagyon sok segítség, nagyon sok munka van ebben az autóban. Csak neki dolgoztunk, hogy ez a szab összejön. Nem teljesen igaz, amit mondtam. Kis Vikivel és a Tomival beraktuk most így ezt a motort, segítettem. Nagyjából, szerintem egy héten belül ebből autó lesz, én így látom. Tettél volna alá tétet? Nem tettem semmit. Tamás megcsinált a karosszériát, le lesz fújva és egy csodálatos autópálya cirkáló lesz. Ha lesz fólyázva. Ezzel lehet büntetni, hogyha jó ez a járgány. Ezzel lesz is majd. Ezzel be lehet a BMW-knek a valagába menni, meg lehet villogtatni érte. Főleg az 1.6-osoknak. Reszkessenek a 3-osok, mi? Reszkessenek, de csak a 4-hengeresek, érted? Reszkessen a 3.16-os, mi? Alakul egyébként. Most már... ezt kell felraknom. Az a BDU. Alumínium. A dík ez az autó alá kell, ez nem pas. Ja. Láttam olyat egyszer egy nagyon szép Hyundai kupén, hogy a motortartóbak ugye szerencsére vasból volt, és ketté vágták, és úgy hegesztették két darabba föl. Úgyhogy éljenek a szakemberek, meg az autószakértők, meg a típus fanatikusok, kedvenceim. Itt mindenre azt mondják, hogy szar. Ha én Maruti mániás lennék, akkor szidhatnám az olcitosokat? Akkor szidnám is őket. Igen, Maruti japán az olcitnek román szar. Bánathalom. Nem sokára vigyorhalom lesz. Csak majd mérnök ezzel vigyáznod kell azért, hogy az anidobban azért az első kerék meg turbo azért nem a legjobb párosítás. Tudom. Nagyon tud így húzni érted. Megtapasztaltam. Szaboknak ugye a gyári betegség az ötfeszítő. Jaj, erre van a szabban, hogy ötfeszítő kikopik. Tudod. Nem tudom, mivel folytatjuk, mert ezekhez kellene majd a Miki is. Szeretném felügyelettel csinálni, miatt itt elbasszarintunk. Itt meg megy a live. Egész sok nézővel. Most éppen veszem a telefont, úgyhogy mindenki lintegessen live-ba. És akkor benne lesztek, mint a trabantos videóba. Kell egy kis idő, amíg eljut odáig, ez az integet mindenki. Egész jók vagyunk, 400 fölötti nézőszám, ez új rekord. Ez az, pörög a chat, mindenki integet! Hadd lássam a kommentkezeket! Put your hands up in the comment! Ez nagyon menő. Úgyhogy a live benne lesz a videóba. Az igen. Na, mindjárt megfojtom a kis pálkacit, aztán megyünk tovább. És már folytatódik is a szabó állarc. Ez egy jó VR hasonlat volt, mindegy. Lényeg az, hogy menekülünk továbbra is előre, és azt mondom, hogy látszik a videókon is. Ha minden jó megy a mai nap, jön Miki, és Szabikát nagyjából összerakjuk. Nem tudom, hogy ma este nem lesz indítható, de hogy össze lesz rakva már nagyjából az tény. Valószínűleg holnap vagy holnap után lesz indítható, addig is hát csinálni kell, és rengeteg cullang van ez a nyomorék motoron, amit föl kell rá pakolgatni, aztán reméljük, hogy minden rendben lesz. Aztán, ja, adunk az érzésnek. Srácok, ott tartunk a vassal, hogy én szorgalmasan csavarozok, tehát Mikivel elkezdtük összerakosgatni, én rakom az alját, közben még hiányzik, meg ő a tetejét, és hát nagyjából megvan mindenek a helye, két vákumcső és két csatlakozónak nincsen egy délőre gazdája, de hát megpróbálok ráindítani még a mai nap folyamán, véletlenül megtudjuk, hogy van-e értelme folytatni, ugyanis meglátjuk, hogy a motor milyen állapotban maradt meg, tehát hogyha most töltöm fel olajjal, az olajvesek jó voltából, töltöm fel olajjal, és hát meglátjuk, hogy lesz -e nekem szabom, mert hogyha ez így bukó lesz, akkor eladom a gecibe így, ahogy van. Mert többet nem ölök bele, mert van egy bizonyos limit, ami fölé nem megyünk bukóba, mert hát ja, ti meg röhöghettek, hogy há, vettem egy szart, és tényleg szar lett. Olajwebshop. Mencs meg minket. Idióta, este van, fáradt, nem húzza ki a dugót, mielőtt tönti. Nem szabad, ez nem szabad. Most már jön. Az olajvások reklám után kapott egy zsirúj akkumulátort is, mert neki álltam tölteni a régi aksit, és elkezdett forrósodni. Tehát zálatos volt. Úgyhogy kellett venni vele egy új akkumulátort is, hozzáírjuk a költségekhez. Alakulunk, olaj már nagyjából van benne. A farkunkat is kulcsoljuk, hogy ez jó legyen. Első indítás. Valami durrant. Mi? Mint valami repült volna arra. Szerintem valami szerszám futott csak le. Biztos? Aha. Nem tudom. Méghozzá a kereket, rajta hagytad a keréken a hosszú kulcsot, nem? Jó van, na, beszartam, de ez nem csattogott. Nem. De ezt a hangot... Mit? Kurva jó hangja van. Ja, azt hittem, hallottam valamit rosszat rajta. Jó. Nem lesz egyenletes alapjárat, amit meg nem találjuk a maradék pár dolgot, de jó. A projekt sikeres. A motor bent van, az autó elindult, erről ki fogok rakni Facebookra most a picikét, hogy örüljön a nép. Én nem szoptam be teljesen. Yeah. Jó hangja van különben. Ez jó esett. Jó hangja van különben. Olajnyomás is volt. Akkor jó. Tegnap ugyan nem vettük fel az örömködést, de hatalmas az öröm, ugyanis a motor beindult, nem csörög, nem csattog, tehát megúszta a kis balesetet. Hát nagyon régóta vártunk már erre pillanatra, ki is raktam Facebookra azonnal, igaz, hogy ez a videó arra videóra másfél hétre fog kijönni, de hát ez van, nem baj, én rohadtul örülök neki, hogy nem kell kidobnom a motoromat, meg azt is, hogy visszakerült a motorom a helyére, meg azt is, hogy beindult. Úgyhogy most szépen fixálunk mindent, mert most jelenleg úgy össze van szórva minden, hogy be lehessen indítani. Igen, egy picikét csurgás hangot hallottam. Ahhoz képest egyébként, hogy egész nap esik az eső, csak ott állunk itt itt. Úgyhogy teljesen jó a műhely, majdnem szigetel, csak folyik be a víz, de csak egy picikét, nem annyira, mint általában. Úgyhogy essünk is neki itt a munka utáni esti boldog, fáradt szerelésnek, mert az jó dolog. Na srácok, úgy volt, hogy ma több mindent is felrakok, de hát nem jött össze. Ez a klímakompresszor, bár most már fönt van, rohadt sok időt vett igénybe. Úgyhogy, ja, ez szerintem mára ennyi. Mert én is kezdek fáradni, mert tényleg elég fárasztó ez a munka után csinálni. De nagyjából alakul a dolog. Szerintem max még egy olajszűrőt cserélek, mert ez majd holnap. Aztán szépen tovább folytatjuk a dolgot. Most kiveszem az akkumulátort szerintem, meg az akutáltat, és akkor holnap tudom tölteni váltóolajjal is a gépezetet végre. Alakulunk szépen. Na. Azonban miért hazamennék, egy levezető szopásként visszarakom a szíjat. Ami egy jó buli lesz, de megoldom. És nem tudom fölvenni, mert ennyi helyen van dolgozni. Az a végeredményt látni fogjátok. Na srácok, siker! Fönt van a szíj! Nem volt egyszerű menet ide befűzni, de semmi gond. Végig visszarakom a felső motortartót, és igazából ma estére jók vagyunk. Sokat nem haladtam előre, viszont két szopást letudtam, ami tök jó. Úgyhogy folyt köv. Kedves nézők, üdvözöljétek Petit! Sziasztok! Koszos vagyok és nem eszek. Azonban van itt más rejtély is, mint hogy Peti nem eszik. Miért áll ki egy légkulcs a száv váltójából? Jobban mondva, a váltó olaj fölöntő csavarból. Vajon miért áll ki a légkulcs? Vajon miért nem fogok tudni ezt a nyomorék csavar? Tippelhetek, tippelhetek! Tippelj! Onnan hajtod meg az autót? Eltalálta, igen. Az autót meg lehet hajtani egyébként légkulcs segítségével a váltó olaj beöntő csavarról. Nem talál? Svéd. Ne kérdetek miért. Vagy a másik tippem, de az lehet, hogy hülyeség, lámpát akarsz állítani. Igen, a váltó beöntő csavarról. Pontosan, Peti, pontosan. Na, tudtam én. Szóval ja, ott tartunk, hogy váltó olyat akarok fölönteni, és nem sikerül. Hát öntsed föl. A plafonra, igen, arra. Mókenik itt. Igen. Így jött, beszámolj. Én nem vagyok beállva, te meg fölöntöd. Na szóval most megpróbáljuk kiszedni ezt a csavart, anélkül, hogy komolyabb problémát okoznánk, de hát légkulccsal kell, úgyhogy ez nem éppen szabályos, meg főleg nem hosszabbítóval nem szabályos, de hát ez van. Valahogy kiszedjük. Na srácok, mit mondtunk? A tiszta erőszak mindig mindent helyzetet meg tud oldani, mint látjátok ezzel a kellemes, kisméretű fémrúddal, némi erőkarral sikerült megoldani a csavart. Úgyhogy lesz a váltomban olaj, nem kell olaj nélkül mászkálnom. Hú, ez itt tök jól néz ki. Csorog? Középen a csorgásban a lámpafénye világít. Majd visszanézed és megérted, mit mondok. Értem, látom innen is. De hogy látod? Jobban látom. Hol tartunk? Kettőfél, és meg bele másfél. Mennyi kell bele? 3 liter? 2 litert írnak. Aztán kevésnek tűnik. Ha bár a fele se tudja. Elég kicsi a váltól, és nagyon kuplunk harang. Jajajaj. Van benne olaj? Van. Most már lassan gurulhatunk is. Akkor tegyél be egy akkumulátort aztán. Úgy húzzuk meg. Itt nagyon ki fog fújni, mert ott csak nem lesz olyan hangos hangja. Ja. Hát meg nem is ki fog fújni, tehát teljesen mindegy. Csak félig siketedik meg. Ha tudod mi a hangja volt? Szerintem gyerekek, kutyutyú lesz lassan. Éljen eztek. Brutál, hogy egyik ablak se dupla semmi, és mégis úgy zár ez a rohadt épület, hogy ez félelmetes. Flexelés nem hallani szinte. Jézusom, mi lesz ebből gyerekek? Mi lesz szabad? Szabadul a műhely. Megengedjük a mérnöknek, hogy elindítsa a saját autóját. Végre? Ezelőtt te indítottad be? Aha. Az első indítás mindig az enyém. Én arrébb állok át a sebességben. Most ez már igen. Levettem az autódról a kezet. Teljesen ja, rendesen, meghúztam, nem pöfög. Ott hátul van neki az elengedője, ahogy elengedtem a gáz, rendesen oda csapott a turbó. Úgyhogy innentől kezdve a tető. Ja, összekötöttétek a végén azt is? Mit? Ugye a turbónyomást is megkapja? Aha, mindent. Ez azt még te kicseréltétek? Még egyszer, mi azzal most? Indi. Várja, ne! Húzzuk meg itt fönn a kipufogó 3 csavarját. Hogy halkuljon egy kicsit. De úgy nincs annyira videóérték. Valami jó csöpög néha itt. Mi? Lehet, hogy a hűtőnél vagy valahonnan, mert onnan előről jön. Aha, az aksi alól. Átkerező csöveket. Mindegy. Most húzd meg a csavarokat. Ne, húzd meg a kipufogón ezt a 3 csavart, azért nem melegítettük tovább. Azt szerintem én döntem még minimálé. Amik már meg vannak folyva lefele. Jó, de nem kopik el. Ez a lefújó szelep, kíváncsi vagyok rá majd. Itt hátul. És olyat fúj, hogy érzed. Aha. Mennyivel mehet ez? Szerintem visítva van, miért meg? Jó, faszom füstöleg leáll a dzsúva. Úgy tett tőle, amit összefogdott. Megszint a visítva hang. Meg még le kell légni róla az izének is, a poroltónak. Ja. Meg van az is fixított, meg nem gyújt. Yeah. Na, oda mentem az asztalhoz. Én ezzel nem akarok egészen, így vagyok. Hallod? Akkor ezt is, ja. Meg ezt is meghúzod, és akkor onnantól kezdve én a kezemet levettem a gépjárműről. Jár a motor, nem kopog. Akarsz mástól? De a mérnök az geci, mert csak azt vette föl, amikor ő dolgozott. Nem, fölpad is, hogy te dolgozol. Az elején, mikor szétszedett. De azt kivágjuk. Igen. A jó szerelőnél csak pár darab csavar marad meg. Ez van. Mentek a picsába. Hát az súlycsökkentés, és versenyautó. Pötkén van egy. Hurrá! Project! Na. Azt tudod, hogy te hol a házadat te fogod levenni. Akkor ha ő van a kamera túloldalán, tegyük fel a Szilárdnak a kérdést. Mikor fog a Skoda járni? 2019 Goodwood. Kinöveszti a lábait. 2019 Goodwood. 19 Goodwood. 19 Goodwood? Jössz a tiéddel? Hogyne. 19 Goodwood? 19 Goodwood. Peti, mivel jössz? Még nem döntöttem el. Nekem van rá esély, hogy én elmegyek a Skodámmal, de ő, hogy a Skodájával 2019-ben... Mondjuk ilyen állapotban is el lehet menni, csak az a gumit sem. Per pillanat, nem tudom, rá tudok ezt zoomolni, ázik a teteje. A faszodat? De. A kurva anyját, ne basszál ki vele. Hol ázik ez a szar? Tehát csöpög rá a víz. Nem arra csöpög. Ne erre csöpögjön, de erre csöpög. Arra csöpög a víz. Az ember és a rettenet. Mocskos garázsát, bazd meg! Na. újabb nap, újabb szerelés, és az utolsó alkatrész. Ez itt egy kipufogó paszta, amivel felrakjuk a kipufogót végre. És nem tudom, mennyi lesz videózva, de lényeg az, hogy mindjárt kész az autó. Mindjárt. Mindjárt. Peti, te mivel szopol? Elfogyott a hegesztőből a gáz. Úgyhogy fröcsög. Amúgy egy asztallal szívok. Zsír. Hegesztek egy asztal. Megmutassuk a nézőknek, hogy beleférünk a videóba. Hát, ha szeretnéd, mutassuk meg. Mutassuk meg. Tortával már kész vagyok, el alá asztal is. Tortát is hegesztettél? Tortát is hegesztettünk. Íme. Íme asztal. Asztal. Lökávézó asztal. Itt fából lesz. A fémrész le lesz csiszolva és le lesz matlakkal fújva. Itt van ez a vaskeret, még nincs lecsiszolva, úgyhogy most valószínűleg nem fog beleilleni a helyére. Ez benne lesz a helyén. És akkor ezt egy mozdulattal így ki lehet idáig emelni, majd és lehet rajta a tévé előtt zabálni, mert nekem a kaja az fontos. Tehát pedig nem csak videóban zabál, hanem... Én mindig eszek, és ezt meg is adom a módját neki, csak ezt kell egy asztalt csinálni. Ez olyan fasz, ez a dizájn, el lehet adni Top Shopba. Ja. Horst, milyen asztal ez? Horst. Horst. Ez egy olyan asztal, 4 lába van. És nem kecske, és nincs rajta, hogy beindulja rajta turmix, pedig Horcához nagyon érted, hogy ezt megnyomod és pörög a turmix! Kell rá egy turmix. Ja, majd persze, hogyha valakinek nagyon megtetszik a végeredmény, akkor eladom neki megbeszélt áron. A turmix-val feláros. Turmix-val nélkül adom, a turmix az enyém. Keressi már a turmixon, baszd meg. Turmixot is adunk át. Szabmotor fogja hajtani. Nem tudja, hogy hát hogy ezt így tártsa a motort, nem lehet. Úgyhogy én meg ezen alkotok. Zsír. Ha akartok ilyet látni, akkor írjátok oda, de ezt nem gondoltuk volna egyikünk se, hogy ezt le kéne videózzuk. Akkor töröljön a felvételt? Mit? Töröljön. Nem, csak most... Ha már levesszük, akkor mondom, hogy le van véve. Mármint nincs levéve, hanem fel van véve, igen. Ja. Ezt levettem így. Ilyen, amikor nem tudok beállni. Meg beszélni se. Ne bánts, csak korán keltem, te is tudod. Tudom róla, semmi gond. Meg fáj mindenem. Na, én megyek meg. Na, jó, megyek már. Utolsó lépésként, miután minden fönt van a kocsiban a helyén, de még jön egy csavar majd, kap egy új légszűrőt, persze ez látszik, hogy már nem az igazi. Ja igen, alulról kell cserélni a légszűrőt. Nagyon fasza, de se baj. Az Olaj Webshoptól itt van az új Filtron légszűrő, ezt berakjuk oda, igen. Egyébként nem csak olajat tudtok onnan venni, hanem vannak ilyen szűrők is, olaj is, légszűrő is, ez is Filtron itt, látjátok. És szépen fogjuk ezt az újat. Kivesztjük a dobozából. Gyere ki a dobozatból! Kivesszük. És shit. És ezt a szép újat összekentem. Itt nem kentem össze. Ezt a szép újat berakjuk a helyére. Oda. Aztán kivisszük a kocsit és járatjuk. És megnézzük, hogy minden bírja a strapát, bemelegszik-e a motor. a hűtőrendszer légtelenedik-e, és reméljük, hogy készen vagyunk. Reméljük, hogy készen vagyunk, össze van rakva, azt mehetjük, készen vagyunk-e. Hú, na, izgulok, de először a légszűrőcsere. Na srácok, megy a száv. Kimentem vele, megfordultam, visszajöttem. Határozottan mozgásképes a jármű, és mint halljátok, egész szép hangja is van a körülményekhez képest. Úgyhogy ebben a videóban ennyi volt, hogy végre megy a száv és működik. A következő videóban folytatjuk majd a maradék építgetést, mert a belseje mindig darabokban áll, meg hát vannak apróságok, amit meg kell még csinálni rajta. De se baj, most tartunk ott, ahol megvettem. És itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki segített, ugyanis Miki nélkül, Peti nélkül, Szilárd nélkül, Krisztián nélkül és Milán nélkül ez nem jöhetett volna rétre, tehát hogyha ők nincsenek, a küldösségben nem vesznek a szabon, ebből legalábbis. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, srácok! Ti pedig ott a nézők, lájkoljatok, iratkozzatok föl a live csatornára, erre is, Patreon és minden más, és van egy számom, egy turbos számom, na sziasztok! Elszabtam, te elszabtam, ő elszabtam, mi elszabtuk, ha elszabtuk, hát elszabtuk, utólag már szabtuk.